Már csak néhány nap, és a gyerekek örömére megkezdődik a vakáció. A nyári hetek, hónapok praktikus megszervezése a szülők számára mindig komoly kihívást jelent. Így volt ez 30 évvel ezelőtt is. Kedves nézőink, az Annó mai adásában a KTV 1988-as nyári programajánlóját ismételjük meg. Kedves nézőink, készülve a nyárra, kíváncsiak voltunk, mivel tölthetik a gyerekek a hosszú szabadságot. Természetesen az általános iskolás korosztály nyári lehetőségei érdekeltek bennünket elsősorban, hiszen ők még kevésbé önállóak. Mennyit tud együtt lenni egy nyáron a család? Hát konkrétan egy hétig nyaralás, és utána a nagyománál tudjuk elhelyezni a gyereket, vagy pedig fölváltva szabadságon. Vagy. Mennyi a szabadságuk? Mennyit tudnak egyenként is külön-külön? Körülbelül egy-egy hetet. Még az egy héten kívül? Igen, igen. Tehát kevés a szabadság? Sajnos a szabadság nagyon kevés. A teljes szabadságot a gyerekekkel töltjük, mert másra nem is vesszük ki, és így is nagyon kevés. 3 hetet talán ki tudok venni. Együtt tölti a család ezt a 3 hetet? Igyekszünk. Strandra járunk, uszodába járunk, és csavarogjuk az egész nyarat. És szülőkkel szeretsz inkább üdülni, menni, vagy pedig szülők nélkül? Inkább szülőkkel, jobban érzem magam úgy. És hogyha már nyárról beszélünk, akkor a pénzkereset is felmerül, a munka. Tudsz-e munkát vállalni? Hát szerettem volna, de megtudtam, hogy 14 éven alul nem lehet munkát vállalni. Június közepétől július közepéig leszek szabadságon. 4 hetet tudok otthon tölteni. Sajnos az idén nem tudunk elutazni sehova, de gyerekekkel fogom tölteni, és majd eljárunk a Tőserdőbe, a szabadidőparkba, meg a strandra. Nézegettük a programokat, az Erdei Ferenc Művelődési Központ, ami angol nyelvtábornak több tábort ajánl, de 1200 forintos áron, és ez 2 gyerek esetében 2400 forint, bizony nagyon drágák. Az iskolások megkezdték az ójó, áció, káció, vakáció visszaszámlálást. Mit csinálnak az iskolák a nyáron? Természetesen a tanészváróval nem fejeződik be az általános iskolában a munka, hiszen az intézmény vezetők felelőssége, hogy a szülők igényei alapján megszervezzék a tanulók szünidei foglalkoztatását, amelyre minden tanuló jogosult. Ezt a felelősségteljes munkát szeretnénk segíteni azzal, hogy biztosítjuk a Fehértónynak közös tábort, valamint segítjük a tábor szervezésével kapcsolatos tevékenység koordinálását. A Fehértónynak közös tábor ideális természeti környezetben július 4-től augusztus 12-ig üzemel. A sporttábor szintén, amely a város területén 2 általános iskolában, a Béketéri általános iskolában és a Budai Dezső általános iskolában működik, 10 féle sporttágban. A tanulók természetesen érdeklődési körüknek megfelelően más szaktáborokba is jelentkezhetnek, a vadasparki szaktáborba, az eszperantó szaktáborba, a honvédelmi szaktáborba, amely szintén napközis tábori keretben működik. Most mennyi gyerek jelentkezett ezekbe a táborokba körülbelül? Az előzetes felmérések alapján az első turnusba jelentkezett a legtöbb tanuló, 3-400 között mozog a létszám, mind a Fehértónynak közös táborban, mind a sporttáborokban. A második és harmadik turnusban már kevesebb jelentkező volt az előzetes jelzések alapján. Milyen jellegű táborokat szervez az úttörőház? Ebben az esztendőben hagyományosan készülünk a gyermekek fogadására itt az úttörés ifjúsági otthonban. Családias jellege miatt különleges nyaralást kínál a sokféle szaktáborunk. 35 csoport szervezésébe kezdtünk, 18 féle elfoglaltságot jelent számukra a kínálat a gyerekek számára. Ebből 30 már megtelt, betelt, minden jegy elkelt táblával jelezhető program. 6 olyan csoport van, ahova még további jelentkezéseket várunk. Ha lehet, akkor ezt el is mondanám. Valószínű, még sokak nem oldották meg a nyári gyermekfoglalkoztatást. A beszédhiba javító tábor, a konyhaművészet szaktábor, zenéstorna szaktábor, sporttábor, német haladó tábor és karate tábor fogad még jelentkezéseket. A művelődési központ is hirdetett gyerekeknek tábort.
milyeneket? Tehát a meglévő régi hagyományos táborink mellett az igényre való tekintettel nekünk is kellett bővíteni már. Így az elsősorban a régiekkel kezdem. A mindennapi hagyomány, ez a cím a tábornak, ez egy életmód tábor a felső tagozatosok részére, ez a Jakab-szállási Alkotóházban lesz, csak úgy, mint a szövőtábor, szintén a gyerekek részére az Alkotóházban lesz ennek is szintén a helye. Megyei néptáztábor gyerekek részére, kicsiknek, nagyoknak ez már hagyományos forma inkább. Honismereti táborral is régebb óta foglalkozunk, most idén jelenleg Soltvadkert lesz a helyszíne. A legpicibbeket érinti a játékos láb és tartásjavító torna. Ezt a tevékenységet egy pár éve már folytatja a ház, próbálja most is ezt nyújtani. Természetvédelmi táborunk az biztos, hogy kuriózum lesz, mert Jósvafőn, az Aggteleki Nemzeti Parkban lesz a helyszíne. Lesz logopédiai nyári táborunk, kamarabáb játékos tábor még a kicsik részére. Hogy állunk a jelentkezésekkel? Nagy része betelt, illetve a napközis táborok, illetve amit még kihagytam, ezeket most kellett meghirdetnünk az érdeklődésre való tekintettel. Ilyenek a karaté tábor, angol nyelvi tábor, az állatbarát tábor, ezek olyan fél háznál tartanak körülbelül. A fehértói napközis tábor és a sporttábor előnyös lehetőségeket biztosít a szülők számára, hiszen napközis térítési díjat kell fizetni a tanulóknak a szülők keresetigazolása alapján, ami annyit jelent, hogy 11 forinttól 28,50-ig terjedő intervallumban fizetnek a tanulók. Mennyibe kerülnek az úttörőház szaktáborai? Az otthon szaktábori térítési díjai nem változtak, 800 forintot fizetnek ebben az esztendőben is a szülők. A 800 forintból a szakmai program, a szabadidős programok, kirándulás, színház, mozi látogatás, valamint az ebéd kifizetésére kerül sor. És a művelődési központnak mennyibe kerülnek a táborai? Nagyon szélsőséges képet mutat, mert ezek között van e-hetes, kéthetes, illetve bentlakásos, ott alszanak a gyerekek, nem csak napközis tábor, saját csoportjaink részére, így körülbelül 400-1200 forintig. Milyen lesz a nyáron az úttörő csapatok táboroztatása, az elnökség táboroztatása? Zánkán 80 pajtás táborozhat, Csillebércen 60 pajtás, a Bács-Kiskun megyei úttörőelnökség szervezésében 80 fő vehet részt különböző táboroztatási lehetőségekben. Az úttörőház gondozásában, illetve a Városi Úttörőelnökség koordinálásával Kecskemét város állandó váltó sátortáborában, parádon több mint 1000 fő táborozhat. Vándortáborokban, gyalogos, illetve kerékpáros vándortáborban 200 fő vehet részt idén. Állandó váltó sátortáborban, Pálházán 400 fő táborozhat. Egyéb az ország különböző pontjain önálló csapattáborokban 600 fő vehet részt, állandó váltó sátortáborban Bükszéken pedig 450 fő táborozhat az idén nyáron. Ez jelentős létszám. Mennyibe kerülnek ezek a táborok ilyen tolik határral? Nagyon széles tolik határ tudok csak mondani. 350 forinttól egészen 2800 forintig bezárólag. Ugye ezek a turnusok 10-14 naposok? 7-től 14 napig terjednek a turnusok. Ki mit fog csinálni a nyáron? Hát én rögtön, amint véget befejeződik az iskola, elmegyek a szüleimmel külföldre. Körülbelül 2 hétig leszünk ott, és úgy július első napjaiban érünk haza. Utána következik egy kis dunakanyari nyaralás a nyaralóba, ez már 5 éve így van. Ott nagyon szeretnék sokat pingpongozni, úszni, olvasni, zenét hallgatni, és sokat a szabadban lenni. Ez nagyon fontos szerintem. Utána itthon is teszek néhány napot, majd a Balatonon fejezem be a remélem tartalmas nyarat. Eszter? Én itthon maradok az animációs film szemlére itt Kecskeméten, ezt megnézem, utána 2 hétre elmegyünk Csehszlovákiába, hazajövök egy kicsit, itthon leszek, utána 2 hét Balaton. Judit? Én amint befejeződik az iskola, 2 hétig dolgozni fogok, esti hírlapot árulok itt valahol az egyik útkereszteződésben, aztán 1 hétre Balatonra utazom édesapámmal, utána pedig a mamáméknál leszek egy kis dunamenti faluban. Zoltán? Kicsit pihenek, majd építőtáborban dolgozok, nagykörösen, konzervgyárban, majd nagymamámhoz Balatonra megyek, ott a holland barátommal leszek együtt. A KISZ a kecskeméti középiskolások körében tavasszal egy felmérést készített, melynek eredményeképpen megállapíthattuk, hogy a középiskolásoknak egynegyed része maradt Kecskeméten. Vállalatok bejelentése alapján mintegy 1500 diák foglalkoztatására van lehetőség. Ezek elsősorban könnyű betanított fizikai munkák, valamint mezőgazdasági jellegű gyümölcs szedés, kukorica címerezés,
elég eltérő kereseti lehetőségekkel, mint 3000-től 6000 forint közötti határokkal. Mi a Szórakaténuszban szülőket, gyerekeket együtt várjuk a nyár folyamán továbbra is. Elsősorban új kiállításunkat mondanám, a Játék és Ünnep címmel május 28-án nyílt. Műhely foglalkozások rendje a nyár folyamán úgy alakul, hogy július 25-éig hétfő kivételével minden délelőtt 10-től 12-ig várjuk a gyerekeket. A kecskeméti nyár rendezvény sorozatát összefoglaló műsorfüzetünk jövő hét elején fog megjelenni. Ötéri rendezvények közül megemlíteném külföldi és helyi ifjúsági fúvószenekarokat, néptánc együtteseket, más jellegű népi játékokat, amit a gyerekek számára feltétlenül ajánlunk, ugye a Círóka Bábszínháznak a műsorát is